Szeretettel köszöntök mindenkit. Bankkártyáról kevesebbet fogok beszélni, igazából arról fogok beszélni, hogy az elmúlt másfél év az milyen változásokat hozott az életünkbe. És ugye ezt nagyon-nagyon sok kutatócég az utóbbi időben lekutatta, és vannak ilyen általános megállapításaink, hogy hát az elmúlt másfél évben a digitalizáció az begyorsult, az, hogy 3,5 millió honfitársunk rendelt online, de igazából annak senki nem járt utána, hogy hol és milyen helyzetekben vásárolunk, hol és milyen helyzetekben miket vásárolunk. Úgyhogy mi csináltunk egy kutatást, aminek az egyik nagy alap eredménye az az, hogy hát bizony vásárolunk, amikor csak szabad a kezünk. Tehát ez az új világ, amikor ugye online, a kis telefonunkon keresztül, vagy a számítógépünkön keresztül elérünk gyakorlatilag bármit, az elérkezett. Az elkereskedelem a mindennapjaink része lett, most már végérvényesem. A magyarok 31%-a vásárol negyedévente, vagy legalább negyedévente a világhálón. Az elvásárló magyarok több mint fele rendelt már online az ágyából, vagy tévénézés közben. 3%-uk vezetés közben tette meg ugyanezt. És hát minden második magyar a bankkártyás fizetést tartja a legmegbízhatóbbnak. Ugye ez is egy a Covid-dal összefüggő jelenség, hogy ugye hát a bankkártyán keresztül sokkal kevésbé terjed a vírus, mint a készpénzen keresztül. Ugye én marketing manager vagyok a Mastercardnál, és nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy mégis ebben az új világban hogyan lehet definiálni azt, hogy mi a megfelelő megközelítés az ügyfelek eléréséhez, illetve hát nagyon sok minden átalakult. Ugye itt, ha csak arra gondolunk, hogy bejött, mint buzzword, a purpose alapú marketing, mindenki CSR akciókat indult, mindenki valamilyen üggyel azonosította magát, hát nagyjából ugyanez történt egyébként a konverziós marketingben is. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy megértsük azt, hogy a vásárlók azok milyen irányba indultak el, a gondolkodásuk hogyan módosult, és milyen új ügyféligények jelentek meg, milyen motivációk jelentek meg az ő fejükben. És ezért elvégeztünk idén egy kutatást újra, ugye tavaly ennek már volt egy, először megnéztük azt, hogy fizetési helyzetekben milyen ügyfélélmény éri az embereket, és mennyire fontos a fizetés, illetve mennyire fontos az az út, ami a fizetésig elvisz. Ugye tavaly ezt megnéztük az e-commerce kereskedők szemszögéből, és idén megnéztük az ügyfelek szemszögéből, és nagyon-nagyon érdekes dolgokra jutottunk. Ugye 8 iparági szakértővel csináltunk interjúkat, és 1000 fős online kérdőívezést csináltunk az Ipsos segítségével, és ennek a kutatási anyagnak 13 tanulsága van. 13 olyan tanulság, ami azért elég széles körben alkalmazható, akár iparágtól függetlenül is. Az első, és ebből 4-et fogok most elmondani. Az első, hogy hogyan változtak az online vásárlási szokások 2020-hoz képest. Itt készültem egy kis játékkal, hát sajnos itt csak virtuálisan tudom ezt előadni, de én arra kérek mindenkit, hogy a tévé vagy a számítógép előtt tegye föl a kezét, hogyha magára ismer, és ha úgy gondolja, hogy ez a megfelelő válasz. Az első játék az, hogy szerinted az alábbiak közül melyiket vásárolják az online vásárlók leggyakrabban veszélyes helyzetekben. Mi a veszélyes helyzet, miközben biciklizünk, miközben vezetünk, vagy miközben éppen ittasak vagyunk. Mert ugye ez is nagyon sokszor előfordult. És akkor itt a jelenlévők, nem tudom, vagyunk talán 10, megkérnek mindenkit, hogy tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy az intim és szexuális segédeszközök voltak veszélyhelyzetben a leggyakrabban. Igen, 1, 2, nagyon az 3, oké, tehát 30% úgy gondolja, hogy 40, elnézést, hogy hát az intim és szexuális segédeszközöket vásároljuk leggyakrabban. Ki az, aki a műszaki cikkekre tippel? Nem, azt veszélyes helyzetekben nem vásároljuk. Oké, háztartási szerek. Nem. Hát műszaki cikkeket vásárolunk a legtöbbször, egyébként tipikusan vezetési helyzetekben vásároljuk a műszaki cikkeket. Intim és szexuális segédeszközöket ittas állapotban vásárol a magyar általában online. És hát ugye a háztartási szerek, hát honnan vásárolunk háztartási szereket, hanem a WC-ről. Ugye a magyarok 20%-a a WC-ről vásárol háztartási szereket, és ezt így zárójelben mondom meg, hogy a döntő többségük az férfi. Tehát nők nem vásárolnak a WC-ről.
De az, most már azt azért elmondhatjuk, hogy az általános, hogy a mobilunkról rendelünk, az általános, hogy ágyban fekve, szerintem ágyban fekve már mindenki rendelt, azok közül, akik itt vannak, tévénézés közben is rendelünk, hogy nyomkodjuk a mobilunkat, és nagyon-nagyon könnyen becsúszik egy-egy rendelés. Munkahelyen, munkaidőben, itt tegye mindenki a szívére a kezét, ki az, aki nem rendelt még munkahelyen, munkaidőben, alkoholos befolyásoltság alatt 8%, ami nincsen kiírva, hogy a WC-ről 20%, és hát vezetés közben majdnem 3%-nyi ember fejezett be sikeresen már egy elektronikai cikk vásárlást. Természetesen senkit nem buzdítunk arra, hogy veszélyes helyzetekben rendeljen, és ezt igyekszünk mi is elkerülni. Miért fontos ez? Ugye van egy jelenség, a convenience shopping, vagy a kényelmi vásárlás, ami azt mondja ki, hogy a vásárlás a boltok 4 fala közül nem csak az otthon 4 fala közé került, hanem minden szituációban online tudok rendelni, onnan tudok lenni. Tehát erre egy nagyon eklatáns példa a villamos. Innentől kezdve a vásárlás gyorsaságát, azt nem abban mérjük, hogy milyen gyorsan tudok checkoutolni, mondjuk otthon a desktop gépemen keresztül, hanem hogy a vásárlásomat 3 vagy 4 villamos megálló alatt tudom megtenni. Nincs olyan, hogy magyar vásárló. A következő kérdés, melyik korosztály vásárol hetente online a leggyakrabban? És akkor ki az, aki a 18-29-re tippel? 1, oké, 30-39, igen, 40-49, oké, 50-54, 55-60, hát az 55-60. Nem a legtöbben, a leggyakrabban. Tehát megjelent most egy olyan fogyasztói réteg, aki belépett az online térbe, és bevetette magát, és hihetetlen vehemenciával elkezdett vásárolni. És itt jön be az ügyfélélmény a képbe, hogy jó-e nekik az az ügyfélélmény, mint mondjuk egy 18-29 évesnek? Hát nem. És itt majd a UX-erek vakarják a fejüket, hogy mit kezdjenek ezzel, hogyan lehet leegyszerűsíteni. Egyébként itt zárójelben jegyzem meg, hogy van egy eszköz, és ez egy kicsit a reklámhelye, a mentett kártya, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy mind a két korosztály igényeit kielégítse, mivel egy igen egyszerű folyamaton kell csak keresztül menni. A Budapestnél megáll egyébként földrajzilag az a koncentrált kártya használat, vagy koncentrált online rendelés fejlődés. Tehát még mindig budapesti központban vagyunk, de azért azt látjuk, hogy szépen lassan azért vidéken, tehát Budapesten kívül is elkezdett terjedni. Viszont itt már korosztályilag elkezdett differenciálódni. Ugye a bizalom az mindig nagyon-nagyon fontos. Eddig ugye az volt az uralkodó nézet, hogy ajánlások alapján, vagy hirdetések alapján, vagy a weboldal esztétikája alapján ítélik meg azt, hogy egy oldal megbízható, és az alapján onnan rendelnek. Viszont idén feljött második helyre a bankkártya, a bankkártyás fizetés, és ez ugye egy kicsit párhuzamos azzal a tendenciával, hogy félünk a vírustól. És most már offline környezetben is inkább bankkártyával fizetünk, vagy valamilyen készpénzmentes megoldással. És ugye az a mondás, hogy az idősek nem eléggé digitálisan affinisek, az már nincs. Tehát az most már terjed, és az idősebbek körében, és szépen lassan egy ilyen nagyon megszokott dolog lesz. Bizalom, mint az elkereskedelem katalizátora, az alábbi kettő közül melyiktől lesz egy online kereskedő, webshop megbízhatóbb a vásárlók számára? Van fizikai boltja, vagy pozitív visszajelzéseket olvastam már az adott kereskedőről, webshopról? Itt most nem kérdezek, mert ez nagyon egyértelmű, 71% azt mondta, hogy szeretne pozitív visszajelzéseket másoktól kapni. Ami viszont a tavalyi kutatáshoz képest egy érdekes fejlemény, az az, hogy a Magyarország az elhagyott kosarak országa, ez volt a tavalyi tanulmánynak a tanulsága, és 10-ből 9 ember elhagyta a kosarát, mert nem volt megfelelő a fizetési oldal maga. Rengeteg fejlesztés volt menet közben. Most már elmondhatjuk, hogy 44%-ra, 33%-ra nem azoknak az aránya, akik emiatt hagynak el egy kosarat. Viszont ami aggasztóbb, hogy 7,5%-ról felment 13%-ra azoknak az aránya, akik azért nem rendeltek, mert éppen nem volt náluk a bankkártyájuk. Mi a megoldás? Ugye be kell költöztetni a bankkártyát a mobiltelefonba, és ezen nagyjából most mindenki, aki a pénzügyi szektorban dolgozik, hát ezen dolgozik, ezen ügyködik. És hogy fog kinézni a jövő?
Itt most kategóriákat fogok kérdezni. Melyik termékkategóriát kezdték el az emberek leginkább gyakran vásárolni az online térben? Itt három lehetséges megoldást mondok. Ruházat. Ki az, aki a ruházatra tippel? Igen, műszaki cikkek. Élelmiszer. Élelmiszer. Jó. Ruhacipő. Ugye ez az a dolog, amit meg akarunk fogni, mielőtt megrendeljük, és nem fizetjük ki, mert meg akarjuk fogni. Viszont itt ugye volt egy bezártság, egy lezárás, amikor nem tudtunk elmenni boltba. És kénytelen voltunk kipróbálni, és egyébként a válaszadók 90%-a azt mondta, hogy hát ha már így alakult, és kipróbáltam, és működik ez a dolog, akkor szeretném a jövőben is megtartani ezt a szokásomat. És így zárszóként három dolog, amit holnap megtetsz, hogy több online vásárlás valósuljon meg. Hát érdemes elolvasni riportot, ez egyébként a fizetésélmény.hu-n található meg. Érdemes végig gondolni, hogy a te szervezetednek milyen ráhatása van arra, hogy több mint 3 milliónyi rendszeres online vásárló magyar milyen élményekkel távozik, hiszen az hatással lesz a következő vásárlása is. És hát üljünk le ilyen széles körben, és beszéljünk arról, hogy hogyan lehet jobb a vásárlás élménye. És még egy záró gondolat ezzel kapcsolatban. Ugye beszéltünk arról, hogy mobiltelefonhoz vagyunk egyre inkább kötve. Beszéltünk arról, hogy az elektronikus kereskedelem előretör. Ugye most már a retail forgalom több mint 10%-a egyébként elektronikus csatornákon bonyolódik. De egy dologról nem beszéltünk, és itt vagyunk a Media Hungerin, és nem véletlen, hogy ezt előhozom, a kereskedők is elkezdtek média platformként üzemelni. Van olyan kereskedő, aki most már gyakorlatilag komplett rétkárddal rendelkezik a különböző felületeit illetően. És ezt nem szabad kikerülni, nem szabad elhanyagolni, hiszen ugyanúgy, ahogy média tulajdonosok átmentek, vagy elindultak az elektronikus kereskedelem irányába, ugyanez fordítva is igaz lesz, és hát azt se felejtsük el, hogy a mobilon és a webshopon keresztül hihetetlen hatékonyan fogják tudni elérni az ügyfeleket. Úgyhogy én megköszönöm azt, hogy néztetek, és hát beszélgessünk a jövőben a fizetési élményről sokat. Köszönöm szépen!